Na, megyünk. Működik a történet, úgy néz ki. Szia, Norbi! Szia, hello! Ladies and gentlemen, Növényi Norbert Junior. Üdv neked, szia, Norbi! Köszönöm szépen, szia! Frissen vagyunk a hétvégi Bellator 291 gála után, amikor is ennek a gálának a kárgyában mérkőztél Andy Menzolo ellen, és az első menetben TKO győzelmet arattál, és pár nappal így a mérkőzés után szerettem volna beszélni veled, mert ugye mérkőzés megelőzően a felkészülése során már elmesélted, hogy hogy vagy, hogy mit vársz a mestől, és erre egy kis rákötésként beszélgessünk arról, hogy mi is történt ezen a mérkőzésen. Ez lenne a célja ennek a beszélgetésnek. Jó, szuper. Hogy vagy? Szóval, most két-három nappal a meccs után. Mesélj. Meg vagyok, hogy őszinte egyébként már visszamentem edzésbe, ma már tegnap végig birkóztam, ma már sparingoltam. Annyit csak most csak egyiket edzek, nem edzek kettőket, de már rögtön visszamentem az edzésbe, mivel megpróbálok májusban megint meccselni. Szóval formában akarok maradni. Erről beszéltünk a pár héttel ezelőtt is, hogy szeretnél aktív maradni. Ezek szerint sikerült sérülésmentesen lehoznod mind a felkészülés végét, mind a meccset? Hát igazából volt pár sérülésem a felkészülés során, de azok olyanok, hogy végig tudtam igazából edzeni. Volt egy kis ijesztés a térdemmel kapcsolatban, amikor az első ütést mentem, és akkor a térdem csak egy nagyon roppant. Végig sparingoltam utána, meg minden, de elmentem egy orvoshoz, és akkor mondták, hogy lehet, meg kéne röntgenezni, mert lehet baj van megint a térdemmel, szóval ott 3 napig nem aludtam, az nagyon stresszes volt. Szerencsére csak egy kisebb húzódás volt, nem olyan vészes, az orvos ma akart engem ijeszteni. Igazából azon kívül a meccsen össz-vissza egy lábrúgást talált be a srác, szóval én elég most fizikailag elég jól vagyok, annyi, hogy ne edzem magam túl, de kezdjem ugye a következő meccsre a felkészülést, ez a lényeg. Aha. Ugyanaz a térded roppant, mint ami műtve volt. A rossz térdem, aha, igen. Hmm. Igazából azt hitté ez én nem is orvos, hanem nem tudom, ilyen csontkovács, vagy valami ilyesmiszerűség. És csak ránézett, és mondta, hogy lehet, hogy kicsit lazább, mint a szokásos a ACL-em, és lehet, hogy részleges. Szóval jól megijesztett, de szerencsére megcsináltam a röntgent, és le is kopogom még egyszer. És hogy Isten odafigyelt rám, mert szerencsére nem lett semmi baj. De ez nagyon megijesztett volna, nem akarok ezen még egyszer átmenni. Hát már csak azért is, mert ugye 2020. október 1-én volt utoljára mérkőzésed. Aha. És ennyi időt kellett kihagynod. Mennyire volt druk benned, hogy ennyi idő után druk, vagy várakozás, vagy milyen érzések övezték ezt a meccset nálad? Nem tudom, hogy őszintén mindenfajta érzés bennem volt, ugye izgalom, ahogy mondtad, druk, hogy vártam már, mint a végre itt vagyok. Pont amúgy hozok ki egy videót majd a hétvégén, ott lehet látni, hogy mennyi érzelem megy át a meccs előtt rajtam. De tényleg amúgy nem volt az, hogy jaj, mit fog csinálni, meg hogy, hanem tudom, mert annyit edzek, hogy bennem volt az a rutin, úgymond. És mikor bent voltam a ketrecbe, szerintem eddigi legtisztábban most láttam. Szóval általában egy meccs után nem annyira emlékszel, hogy mi történt. Viszont most meg szinte mindenre emlékszek. Mm-hmm. Lehet, hogy ez az a rutin, ami kell, és lehet, hogy most vagyok azon a szinten, ahol tényleg így emlékszek a dolgokra. Hogy nem is emlékszek a dolgokra, hanem jobban átlátom a dolgokat, amikor a ketrecben vagyok. Mm-hmm. Szóval mesélj arról, hogy még a mérkőzés megelőzően a fogyasztás, az most hogy sikerült? Meddig ment a diéta, és utána a vízhajtás? Kicsit másmilyen volt, ahogy szoktam. Egy azért, mert nem annyira emlékeztem, hogy milyen a testemnek, szóval egy kicsit pánikoltam.
úgymond, szóval minél alacsonyabb akartam lenni, és egy új étkezés tanácsadom is volt, de igazából jól ment, nem kellett olyan sok vizet hajtanom, vagy olyan sok vizet fogynom, volt kb. 2-3 kiló igazából, szóval nem volt olyan vészes. A meccs előtti, az elnézést, a fogyás előtti este volt nagyon brutál. Erről is amúgy ez is benne, csináltam egy videót is, minden a fogyás, stb. És minden benne lesz, így az egész Fight Week-et követtem, szóval majd mondom, hogy majd jön ki az a YouTube-on, de az előtte lévő este az nagyon rossz volt, pár dolog történt, meg annyi szerencsém volt, hogy valamitől fogva a hasam nem volt annyira jó, szóval elég sok súly úgy kijött, szóval nem kellett annyira... Szóval szerintem attól is annyival egyszerűbb volt. Ugye csomó ilyenkor szedsz dolgokat, hogy történjenek az ilyen dolgok, ilyen kicsit a hashajtásra, meg ilyenek, de ez úgymond szerencsés volt, mert sokkal jobban működött, mint ahogy általában szokott, és igazából reggel nem kellett annyi súlyt fogynom. Szóval majd ez elég ilyen kínos dolog, ha ilyenekről beszélni, de sajnos ez ugyanúgy benne van. Ez a sportáját. És az mennyire befolyásolta az erőlétedet, a fizikai erődet szerinted? Vagy mit éreztél? Jól visszatöltöttem, szóval nem voltam olyan nehéz, kicsit nehezebb akartam lenni. Igazából, de most is, amúgy most is, kevesebb, mert hány napja volt, 3-4 napja volt meg, és igazából most sem vagyok annyira nehéz, amennyire kéne, hogy legyen, szóval elég alacsony a súlyom. De jól visszatöltöttem, vittem, volt ilyen hidráció tesztem is, amit az én étkezés tanácsadóm adott, és azon is úgy jött vissza, hogy jól vagyok hidratálva, szóval igazából nagyon, nagyon jól éreztem magam. Milyen volt a Fight Week? Andy Menzolóval találkoztál meccs előtt? Milyen volt így a kémia? Persze, semmilyen igazából, én mindenkivel tisztelettel vagyok, szóval én soha nem fog úgymond olyan szituációba rakni magam, ami kínos lehet, ne az ellenfelem is, meg nekem is. Kezet fogtunk, jól vagy, fogyás jól ment, igen, oké, szia, ennyi volt igazából. Na, nem szeretek barátkozni a meccs előtt, a meccs után nem zavar, de a meccs előtt nem szeretek barátkozni, de na, nem leszek bunkós és parasa az ellenfelemmel. Ismerted őt valahogy, valamilyen lehetőség volt már találkozni vele korábban, vagy a csapatból bárkivel tőlük? Nem, igazából első, de sok ember ezt páringolta már, aki meccselt vele. Szóval ő már azért már volt, hogy 35 meccs, azért ő már 14-15 éve profi, szóval sok ember, aki itt Angliában van, azokkal már meccselt, és ezért volt pár olyan sparringom, akik olyanok ellen voltak, akik már mentek ellene. Uh-huh. Oké. Azt láttam, hogy azért a csapatodból voltak ott páram. Igen. Még a kommentátori székben is, ez milyen érzés volt itt? Dublinban ismét meg, hogy ilyen kvázi volt csapattámogatás is. Igazából úgy volt, hogy a más csapat, a egyik csapatás, a Mark Shipman, ő is meccselt, a Charlie Warden, akivel én nekem kellett meccselnem. Szóval viszonylag jöttek el a teremből, én annak örültem igazából, hogy ugye ott volt a pár csapattársam ugye a szoros csapatból, ezen kívül viszonylag sokan átjöttek a úgymond a ilyen kezdők, meg az olyanok, akik a normál edzéseket csinálják, meg a legjobb barátaim is eljöttek, és ők még nem voltak így belatormácsemen, szóval ez is nekem nagyon jól esett igazából, de az, hogy a Page ott volt velem, bejött, ott volt végül a végén a sarokba is velem, szóval tényleg jól esett, és ez így nagyon jó volt. Na, mesélj a mérkőzésről, nem tartott sokáig, illetve igazából te akaratod érvényesült ezen a mérkőzésen. Hogy emlékszel vissza? Mi történt? Hát az, hogy igazából, ahogy mondtam, amikor legutóbb beszéltünk, hogy nem lennék megcsodálkodva, hogy az első ütéssel lefektetném. Az utóbbi időben
nagyon rátaláltam a jobb kezemre, és nagyon sok embert álltok meg, elég nehéz kezeim vannak. És láttam őt már meccsen, ahol nem úgy ment neki, ahogy kellett volna, és megtört hamar, szellemileg. Hmm. És én tudom, hogy azért, amikor én embereket megütök a jobb kézzel, ha nem is ütöm ki őket, sokszor megtöröm őket, mert elég nehéz a jobb kezem. Szóval ezért voltam úgy, hogy tudom, hogy ha egyszer megütöm, akkor már lehet, hogy nem akar ott lenni. És szerencsére ez lett, hogy megütöttem párszor, abból kettő volt olyan, hogy a lába is beremegett, és utána igazából már nem akart ott lenni. Szerintem azért is sajtotta meg a bíró, mert mikor már hozzányúltam, inkább leült. Hmm. És szerintem ezért eltudta meg a bíró. De hogy őszinte legyek, sok hibát csináltam, nem tetszett nekem annyira az én performance-om, elnézést, mivel rossz szögekben voltam, szerintem azért párszor felé is ment a jobb kezem, hamarabb befejezhettem volna, vagy sokkal nagyobb ilyen szenzációs kiütéssel is. Szóval ez ami úgy igazából zavart, de azon kívül egyetlen egy lábrúgás ügybe csak. Az is csak épp, hogy csak hozzám, mivel elhúztam a lábamat előle, így a láb fejével ütötte meg a lábamat igazából, szóval olyan szinten jó volt, hogy végig tudtam dominálni, viszont ha kicsit jobban odafigyeltem volna pár dologra, akkor szerintem egy még nagyobb kiütés lett volna belőle. Uh-huh. Így az alapállásodon, vagy a lábmunkádon azért Venom Page-nek a hatása, vagy inspirációja látszott. Ez mennyire érzed beépültnek most a bunyódba? Igazából ez nem is a Page miatt van, hanem az edző miatt. Ugye a legjobb amatőr boxolókat, mindegyiknek elég jól ez a ugrálása van. A angolok, írek, meg az ilyeneknek, sőt, meg a ukránoknak is sok ilyen ugrálása van. Annyi, amiért hiszik emberek, hogy igazából nagyon a page miatt van, mert lent van a kezem. Mm. De nagyon sok dolog az edző miatt van. De persze nagyon sokat loptam el a page-t, szóval a jobb kezem az egy olyan ütés, amit a page csinál sokat. Sok rúgásaim olyanok, amit a Page-től vannak. Igazából annyi a különbség, azért nem lehet annyira összehasonlítani teljesen, mivel a Page az 1,93 magas, én meg 1,83, szóval nem tudom annyira Page-et imitálni, mivel más a testalkatom. Hmm. Meg én azért sokat birkózok, szóval kicsit meg kell változtatni ahhoz. Ha már birkózás, amikor földre ütötted az ellenfeledet, vagy földre került, akkor nem mindig mentél utána, esetleg gátba, grappling vagy birkó rész nem erőltetted ezt. Ezt a jitsuját tisztelted, vagy inkább állva akartad a meccset? Ott érezted, hogy el tudod dönteni? Az, hogy igazából kerestem valami nagy szenzációs kiütést. Hmm. És amikor egyszer hozzáértem, akkor tudtam, hogy már meg fogom fogni, ezért arra vártam, hogy álljon fel, és akkor majd elkapom. Oké. Okay. És amikor így mondatot többször megütötted, és hogy megremegedett ebbe, azért nem sokszor látni olyat mérkőzésen, hogy valakit leütnek, és a bíró beszünteti a mérkőzést. Érezhető volt a mérkőzés vezető számára szerinted, hogy itt gond van Menzolónál pszichésen? Igen, szóval volt kettő olyan, ha jól emlékszem, kettő olyan ütés, ahol igazából leült, ahol hozzányúltam, és csak így leült. És ugyanez volt az utolsó, és igazából kettő olyan leütés volt, ami kettő rendes ütés volt, a többénél igazából úgy éreztem, hogy ő leült, meg volt egy lábsöprés, ami kicsit úgy nézett ki, mint hogyha én ütöttem volna meg erősen, de lehetett látni, hogy nem akar ott lenni. Hmm. Szóval szerintem ezért eltöttem meg. Kicsit zavar, mert ahogy mondtam, akartam volna valami nagyon-nagyon, de majd legközelebb. Láttam is rajtad, hogy egy némi zavarodottság volt így benned. Igen, csak úgy gondoltam, hogy itt vagyok, élvezem, hagy kapjok már valami nagyot, de legalább azt akartam, hogy valami, van egy kifejezett rúgás, amit el akartam kapni, és ez nagyon látványos rúgás. És tudtam, hogy ott lehet, és pont meg ugye meg lett állítva a meccs. Szóval az kicsit zavart, de nem baj, megyünk tovább. Beszéltetek bármit is a Bellatorral? Utána, azóta?
Szóval nagyon, nagyon, nagyon szeretettem a Bellator, és mondták, hogy, hogy hol voltam eddig, mert ezen a meccsen úgy érzem, hogy nagyon sok ember, nagyon sok ilyen a külföldi újságírós így meglepődtek, és jöttek utána oda hozzám, hogy megmutattak üzeneteket nekem emberek. Úgy érzem, hogy kicsit emberek megértették, hogy milyen szinten vagyok, mivel ez egy olyan srác volt, aki, ahogy mondtam már, feketeves jitsu, feketeves judo, 35 meccse volt, abban 26 győzelem, 9 vereség, és igazából nagyon más szintkülönbség, nagyon nagy szintkülönbség volt a kettőnk között, és most úgy leesett embereknek, hogy, hogy miből faragtak engem, és a Bellatornak is leesett, úgy érzem. Ezen kívül az én videóm kapta a legtöbb nézettséget az ő oldalukon, az én videóm kapott, ami velem van, az másfél millió nézettséget kapott Instagramon, szóval szerintem az is tetszett nekik, hogy, hogy nagyon sokat, szóval amit én is felraktam, szóval utóbbi időben csak ilyen 100 milliós nézettségeim voltak az összes videómon, ami erről a meccsről kapcsolatban volt, szóval szerintem az is tetszett nekik. Összességében akkor pozitív érzéseid vannak most a meccs után, ilyen. Nekem nagyon, ilyen. Persze. Annyi mondom, pár dolog zavart, ami igazából az én technikai hibáim voltak, de én mindig megpróbálok mindent 100%-ig csinálni, szóval nem soha nem lesz olyan meccsem, ahol azt mondom, hogy hopp, ez hibátlan volt. Oké. Okay. Már is mondod, hogy akkor szeretnél legközelebb mérkőzni. Van kiszemelt gála esetlegesen ellenfél is a fejben? Volt egy kiszemelt gála is egy ellenfél, pont most beszéltünk pár nap, vagy tegnap a edzőim meg a menedzsmentemmel. Ez Franciaország lett volna, egy francia középsúlyú ellen, viszont az a középsúlyú már be van bookingolva arra a francia kártyára. Szóval mindegy, kiraktuk a nevemet, várjuk, hogy mit mond a Bellator. Kinek örülnél esetlegesen? Milyen névnek? Nagyon nincsen olyan, akire úgy nem keresek, akit adnak, majd ki kell találni, igazából nincs. Ez az egy olyan név volt, amit gondoltam volna, hogy ez egy jó meccs lett volna nekem, mert őnek is több mint 30 meccse van ennek a srácnak, jó mérlege volt, ő is már többször meccselt Bellatorba, stb. És úgy érzem, hogy az én stílusom jól áll az övéhez, de azon kívül nincsen senki más, akire úgy kimondottan tudok gondolni. De így fejben, hogyha azt mondtad az előző videóban, hogy még kettő meccset azért el tudnál viselni ebben az évben, vagy akár még, ha belefér egy harmadikat is, az a top 10 azért célkeresztben van, nem? Hogy azért olyan ellenfelek legyenek, hogy oda érjél. Feltételezem. Igen, szóval azt mondom, hogy lehet még egy meccs a top 10-en keresztül, kívül, és lehet, hogy utána, majd meglátjuk, hogy mondom, hogy meglátjuk, hogy hogy alakul, de az volt, hogy a Johnny Eblen, ugye a világbajnok is odajött hozzám, gratulált, én is gratuláltam neki, és a interjúban is beszélt rólam, szóval lehetett látni, hogy tudja, hogy jövök, és igazából sem, be is követtük egymást, meg minden, szóval persze, hogy akarom azt az övet, és persze, hogy akarom azt a top 10-et, top 10-et kergetni, de sokáig nem meccseltem, és kicsit be akarom hozni azt az időt, úgymond rutint, amin kihagytam. Szóval jó lenne, hogyha pár meccs lenne a top 10-en kívül, és majd akkor el tudom kezdeni azt hajtani. Csak azért kérdem a top 10-et, mert ugye voltál te már top 10 még a sérülésed előtt. Most függetlenül ott, hogy ez most idei korainak tűnt, vagy nem annak, de ez szerintem ez egy jó gondolat, hogy az a meglegyen a rutinod. Ez egy tök jó útnak tűnik. Igen, szóval akkor nagyon kergettem ezt a 23 évesen egyek világbajnok. Szóval azért, és a Charlie Ward volt az ötödik, és nekem az jól feküdt volna nekem az a meccs koronnan, kicsit nagy a szájam, hogyha kicsit jobban kinyitom a számot, akkor lehet, hogy oda tudok valahova kerülni egy világbajnoki címre. Ugye az volt a gólom, viszont most már sajnos ez nem lesz meg ez a 23 éves világbajnok nagy valószínűséggel, és hát a John Jones-nak a rekordját, szóval inkább kicsit lelassítok, beszerzem azt a rutint, és amikor odaérek, akkor Isten áldjon mindenkit, mert jövök. Legyen így.
tervezel esetleg, vagy szoktál az jönni Magyarországra? Van rá lehetőséged? Most, mivel pont anyuma is beszéltem, mert anyumék ők Észak-Angliában laknak, és hogy mikor megyek, és mondom, ha májusban meccsek, akkor nem hiszem, hogy most megyek, de utána akarok hazamenni. Ugye apuma is találkoztam, Sopronban van, aki tetovál engem, szóval be akarom fejezni a karomat is. Szóval minden, meg ugye a magyar csapat, a birkózó csapattal is nagyon akarok birkózni egy kicsit. Szóval csomó dolog van, amit el akarok intézni otthon is, de úgy érem, hogy kell még előtte egy meccs, és akkor majd utána haza tudok menni. Legyen így. Ha bármi infód van arról, hogy ellenfél Gála, azt akkor megtaláljuk az Instagram oldaladon, Facebook oldaladon, és YouTube videókkal is jössz ezt követően, ugye? Igen, szóval ami most fogok kirakni vasárnap, az elég jó lesz, az a egész hetemet úgy követi. Annyi, hogy ugye ezt én kameráztam, és igazából hogy csak az lesz a jó, a érdekes, ugye, hogy a fogyasztás hogy működik, majd azt vesszük fel, meg ahogy a meccsre készülök. Uh-huh. De remélem élvezni fogja azt mindenki. Oké, megtalálják a YouTube csatornádon. Norbi, igen. Köszönöm még egyszer az idődet, és gratula a győzelmethez. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Aztán minden jót, és bízunk benne, hogy ez a májusi bunya összejön, és sok sikert addig is. Köszönöm szépen. Ciao. Ciao. Szia, Norbi.